Úgy gondolom, mindenki első kérdése az lenne, hogy az ukrán piacon kapható hegesztőhöz képest mit produkál ez a Hecht inverteres hegesztő, úgyhogy most ezt fogjuk összehasonlítani. Elsőként egy 2,5 pálcával próbáljuk, és a ukrán hegesztőt. Amperrel. És íme ilyen lett a hegesztési varratunk. Még mielőtt hegesztőt váltanánk, megpadlózzuk egy kicsit az ukrán inverteres hegesztőt. 240 amper. Nézzük meg, hogy a Hecht hogyan muzsikál, ami nagyon érdekes, hogy a 240 ampernál is 16 amperos biztosítékra hajtotta meg ezt a hegesztőt, és nem csapta le a kis megszakítót. Indulunk 110 amperről, amit most a készülék 119-nek ír. Tehát, hogy annyira finom a potméter, hogy igen, állítsuk be akkor 110-re. Mondjuk ez már 110 ampernál is, mint hogyha ugyanaz produkálna, mint amit a másik 240-nél, én azt látom. Tehát brutálisabb azért. Tehát azt láthatjuk, hogy ez már 110 ampernál is körülbelül ugyanazt a hegesztést produkálja, mint az ukrán 240 ampernél. Most itt is beátrak vagyunk, és felcsutkáztuk maximumra 200 amperre. Ehhez már lényegesen vastagabb pálca kellene. Nyilván ugye ez már széttúrta ezt a 2,5 pálcánkat. Íme így néz ki 200 ampernél a hegesztési varratunk a Hecht-tel. És most nézzük meg egymás mellett a két hegesztő munkakábelét. Ez a nagyobbik természetesen a Hecht-té, ez pedig a kisebbik, az pedig az ukrán inverteres hegesztői. A munkakábelek vastagságán, az átmérőjén is látszik a különbség. És természetesen a testkábelek között is óriási különbség van. És íme így néz ki egymás mellett a két hegesztő. Amit levonhattunk tanulságként, hogy hiába van 240 amperre vagy 245 amper az ukrán hegesztőre, körülbelül 120 amper az, amit valóságban tud ez a hegesztő. Láthattuk, hogy 110 amperon tudja körülbelül, tehát félálláson a Hecht ugyanazt, amit az ukrán hegesztő teljes maximum álláson a 240 ampernél. Most pedig folytatjuk a tesztet, méghozzá 80 amperrel fogunk hegeszteni, 20x20-as zárt szelvényt, 2-es falvastagsággal és most saváló pálcával. Megnézzük, hogy mit tesz a saváló pálca. Nem jött be. Most pedig a Fox Eti pálcát használjuk. Általános rutilos pálcáról beszélünk. Az amperszám most is 80 amper volt, és íme ez lett az eredménye hegesztési varratnak. OK4616-os pálca, szintén 80 amper. Most azért használok pajzsot, hogy védjem az elektronikáját a fényképezőnek, mert nem biztos, hogy ekkora UV-sugárzása van tervezve. Ez lett az eredménye. Most egy kicsit bekeményítünk, kicsit felcsavartuk a potit 170 amperre. És amint látjátok, jó vastag a pálca, 3,5 pálcát használunk. Most íme ilyen lett a varrat, átizott az egész nyilvánvalóan. Azt megállapítottuk, hogy ez az inverteres hegesztő, ez tényleg azt tudja, ami rá van írva. 170 amper az kicsit sok volt, most visszaálltunk 130-ra, nézzük. Most íme ilyen lett a hegesztési varratunk. Kipróbáljuk 110 ampernél ezt a 3,5 pálcát. Thank you.
Igen, szerintem ez az övé. Ugye? Tehát 110 amperről a 3,5-es pálcát simán viszi. Ugye a gyári előírás az lenne, hogy 10 perc hegesztés, az úgy történne, hogy 4 percet hegesztünk vele, 6 percet pihentetjük, és itt már bőven 25 amper környékén lenne a megszakítónak, ami ajánlott ehhez a hegesztőhöz, viszont itt továbbra is 16 amperrel dolgozunk. Igaz, hogy 4-es vezeték van kiépítve, tehát itt a hálózatban, és nagyon rövid kábel a hosszabbítói is. Akkor most nézzük meg a varratokat salakolás után is, salakoljuk le. Nos igen, most már ugye előtűnt a valódi hegesztési varrat, és jól látszik, hogy igen, ennek a 3,5-es pálcának bizony ez a 110 amper az, ami kellett. Most mivel nem nagyon tetszett nekünk a varrat, ezért most újat hegesztünk, egy normálisat. 64 amperre próbálkoztunk az előbb, de nem volt megfelelő, ezért most felhúztuk 75 amperre. Most íme így néz ki a 64 amperos és a 75 amperos hegesztés normál pálcával, 46-16-tal, ugye? Nos, így néz ki salakozás után a két hegesztési varrat. Azt tegyük hozzá, hogy nem volt könnyű dolga itt a szomszédomnak ezzel, hiszen ez egy nedves pálca is, nagyon régi pálcáról beszélünk, és nem is volt letisztítva fémtisztára ez a felület, úgyhogy ha profi hegesztők nézik most ezt a videót, akkor ne kezdjék el bekommentelni, hogy ez siralmas, meg stb. Én azt gondolom, hogy kihoztuk a maximumot belőle, amit lehetett, mert még egyszer mondom, olyan helyen tároltam, és ez sajnos az én bűnöm, hogy nem voltak kiszáradva a pálcák, tehát sajnos picit nedves is volt. A másik bűnöm pedig az, hogy nem fémtiszta anyagot hoztam ide a próbához, hanem ilyen rozsdás anyagokat. De azt gondolom, hogy ahhoz képest viszont nekem tetszik, tehát az biztos, hogy ez tartani fog például itt ezen a betonvason is a hegesztés. Itt rögtön felmerült a kérdés bennem, hogy ennyi hegesztés után szabad-e kikapcsolni azonnal a készüléket. Elvileg nem lesz probléma, hiszen ő tovább bekapcsolva maradt. Tehát látjátok, kikapcsoltam, és addig ő hűti magát, amíg szükséges. Egyetlen dolog, viszont nagyon kell ügyelnünk, hogy ne húzzuk ki a hálózati csatlakozóját, mert akkor viszont nem tudja magát szabályozni nyilvánvalóan. Amit még nem próbáltunk, az a 2-es pálca. Próbáljuk meg 70 amperon. Íme így fest salakozás előtt. Igyekeztük a hegesztőt olyan körülmények között kipróbálni, amelyek nem profi körülmények. Tehát természetesen mindenki úgy fog nekiállni otthon is, hogy vagy földön hegeszt, vagy valamilyen ilyen asztalra fölteszi. Tehát a körülmények azok hasonlóak lesznek, mint most itt nálunk is. Tehát itt természetesen nem tudunk nekiülni, nem tudjuk megtámasztani a kezünket. Tehát abszolút nem profik a körülmények, ezt vegyétek figyelembe a hegesztés elkészítésénél. Nézzük meg salakozás után. Most íme így néz ki a 2-es pálcával végzett hegesztés. És 69-70 amperon dolgoztunk. Most mára ennyit a Hect inverteres hegesztőjével. Ha tetszett, nyomjatok egy lájkot, ha még több ilyen videót szeretnétek látni, próba közben ezekről az eszközökről, akkor érdemes feliratkozni a csatornámra. Szép napot nektek, sziasztok!